annak az utolsó napján, ezen a napon valamennyi gyertyát, mind a 8-at meggyújtjuk a 9. gyertyával, és sok szeretettel köszöntöm Darvas István rabbi urat, Lent főrabbit, és Fekete László főkántor urat. Aki volt már hanukkai ünnepségen életében mondjuk 2-szer, vagy 3-szor, itt látom, hogy azért többeknek volt rá esélye. Talán van egy furcsa jellemző, mégpedig az, hogy nagyjából minden évben ugyanaz hangzik el Hanukkával kapcsolatban. Elhangzik az, hogy akkor, amikor az időszámítás előtti 161-ben a makkabeusok vagy a hasmoneusok visszafoglalták a szírgörögök által megtisztátalanított szentélyt, akkor ott csoda történt, mert mindössze egy napra elegendő olaj volt, és ez az olaj ez csodálatos módon 8 napig égett, és tulajdonképpen Hanukkakor a felavatás ünnepén, az újraavatás ünnepén erre emlékezünk, és emellett még szoktak beszélni arról, hogy a hasmoneusok még utána 20 évig háborúskodtak, míg visszafoglalták Izraelt ezektől a szeleukida bitorlóktól. Én most egy picit megpróbálnék ennek az ünnepnek egy más vonatkozásáról szólni. És ez a vonatkozás, ez pedig a machloke. Ez egy nagyon fontos héber kifejezés. Machloke, úgy hívja, a magyar zsidók inkább úgy mondják, hogy machlajke, és ez azt jelenti, hogy vita. Vita. Nem feltétlenül egy indulatos vita, sőt, van egy olyan fajta machloke, amit úgy hív a zsidó hagyomány, hogy l'shem shamayim, azaz mondjuk úgy, hogy Isten nevében vagy Istenért történik, és ezeknek a vitáknak megvan az a sajátossága, hogy a végén megoldódnak. Hanukka is tárgya volt egy ilyen vitának, és pedig 2 nagy rabinikus iskola vitatkozott azon, hogy vajon mi a helyes, hogyha az első nap gyújtanak egy gyertyát, és utána a növekvő sorrendben és a 8. napon 8-at, ezt mondta Hillel, illetve az ő iskolája, és a másik iskola, Shammainak, a kicsit rigorózusabb Shammainak az iskolája éppen fordítva, azt mondták, amellett érveltek, hogy az első este kellene 8 gyertyát gyújtani, és utána csökkenjen a meggyújtott gyertyáknak a száma. Tulajdonképpen az, hogy hogy alakult közöttük a vita, legalábbis a Hanukka kapcsán, az egyértelműen látszik. Gábor említette, hogy a 8. este van, 8+1 gyertyát látnak az asztalon, úgyhogy ennek alapján azt lehet mondani, hogy a vita eldőlt, de az sokkal érdekesebb, hogy hogyan dőlt el. Nem csak a Hanukka, hanem minden más kapcsán ez a 2 rabbinikus iskola egymásnak feszült, és 3 éven keresztül napi szinten vitatkoztak egymással. Külön megjegyzi azt a zsidó hagyomány, hogy ez a vita, ez kulturált hangnemben zajlott, és ezek az emberek, annak ellenére, hogy véleménykülönbség volt közöttük, szerették és tisztelték egymást. Lehet, hogy ez kicsit így a megszépítő messzeségből még szebbnek hangzik, de azt el kell fogadnunk kiindulási alapnak, hogy nem volt közöttük igazi harag, egyszerűen csak nem értettek egyet bizonyos vallásjogi kérdésekben. 3 év után egyszer csak egy fura dolog történt, egy batkol, azaz egy égi hang megszólalt, írja a Talmud, és azt mondta, hogy mind a kettő, Shammai is és Hillel is az élő Isten szava, de a halakha, azaz a törvény, az legyen Hillel szerint. Pont. És a kérdés itt és ekkor eldőlt. A Talmud bölcseit persze nem hagyta nyugodni ez a furcsa döntés, vagy döntési mechanizmus, és megpróbálták kitalálni, hogy vajon minek köszönhető az, hogy mégis, ha mind a kettő az élő Isten szava, akkor mégis hogyan lehetett dönteni a kettő között, a két vélemény között. És amit a Talmud megjegyez, az az, hogy Hillel és az ő tanítványai azok szerények voltak. Miben állt az ő szerénységük? Abban, hogy bár a vita az ő javukra dőlt el, de mégis nagyon ügyeltek arra, hogy megőrizzék a kisebbségi véleményt is. Hogy a Talmudban, pedig már azóta eltelt 2000 év, mi olvashatjuk Shammainak a véleményét, Shammai nézőpontját, az ő iskolájának a véleményét. Azaz Hillelnek nem csak az volt a célja ezzel a vitával, hogy az általa helyesnek látott isteni útra terelje a népet, illetve a tanítványait, hanem utána volt benne elegendő figyelmesség, hogy ne eltiporja az
vele vitatkozót, vagy a vele vitatkozókat, hanem fontosnak érezte, hogy megőrizze az ő véleményüket. És azért, ha belegondolnak a mai vitakultúrába, akkor tulajdonképpen ma nem így szoktak általában az emberek egymásnak feszülni ezzel a szándékkal, sokkal inkább pusztító az a vita, ami sokszor zajlik, és ott nem az a cél, hogy le sem semáim, az Isten útjára terelődjenek a dolgok, hanem valahogy úgy tűnik legalábbis az avatatlan és pártatlan szemlélőnek, hogy inkább más motivációk vannak. Úgyhogy Hanukkakor talán emlékezhetünk arra, hogy ha mégis valakivel esetleg nem értünk egyet az életbe, ez a képtelenség történik, akkor ez intézhető Hillel módjára is, azaz nem az eltiprás, hanem a megértés szándékával. Van ennek az egész hanukkai parancsnak, mi szerint nekünk gyertyát kell gyújtanunk, most már tudjuk, hogy Hillel szerint, egy egész különleges vonása. Az a kifejezés, hogy micva, az azt hiszem majdnem mindenkinek ismerős, legszűkebb értelemben annyit jelent, hogy vallási parancsolat. A vallási parancsolatokat tulajdonképpen, ha valaki teljesíti, akkor ezt háromféleképpen teheti a zsidó hagyomány szerint. Teheti úgy, hogy egyszerűen csak végrehajtja a micvát, teheti ennél egy kicsit nagyobb odafigyeléssel és lelkesedéssel, ezt úgy hívják héberül, hogy mehadrin. Mehadrin az, akinek igazán kedves egy vallási parancsolat, és valamilyen pluszt hozzáad, és nem egyszerűen csak a teljesítése fontos, hanem mondjuk úgy, hogy a szép teljesítés. És van egy harmadik szint, amit úgy hívnak héberül, hogy mehadrin minha mehadrin, azaz a lehető legszebben teljesítő. Hanuka esetében is annak idején a Talmud meghatározta ezt a háromféle teljesítési lehetőséget. Az alap teljesítés úgy nézett ki, hogy a család gyűjjön össze mind a nyolc este, és mind a nyolc este a családfő gyújtson meg egy darab gyertyát. Ha ezt megtették, akkor teljesítették a vallási parancsolatot. A mehadrin, azaz a szebben teljesítők, vagy az ő kedvükért azt javasolta a törvény, hogy inkább cselekedjenek úgy, hogy gyűjjön össze a család, és a családnak minden egyes tagja gyújtson minden este egy darab gyertyát. Szebb látvány és kedvesebb látvány, hogyha több ember kezében ég egy-egy mécses. És végül jött a mehadrin minha mehadrin, amelyik Hillel nézőpontját elfogadva végül is úgy határozta meg, hogy mi is a lehető legszebb teljesítés egy micvának, az, hogyha ahogyan önök majd hamarosan látják, az első este egyet, és utána növekvő sorrendben a nyolcadik este pedig nyolc gyertyát gyújtanak meg. És itt egy nagyon furcsa helyzet alakult ki. Ugyanis napjainkban egyetlen egy olyan vallási parancsolat van, amit aki teljesít, legyen bárhol a világon, legyen a zsidóság bármelyik irányzatához tartozó, legyen vallásos zsidó vagy vallástalan zsidó, legyen Grönlandon vagy Johannesburgban, csak és kizárólag mehadrin minha mehadrin, azaz a lehető legszebb módon teljesítheti a vallási parancsolatot, és sehogy máshogy. Ma nincs ember, nincs zsidó otthon a világon, ahol ezt az egy vallási parancsolatot ne a létező legszebben mutatná be mindenki. És akkor, hogyha Hanukkakor ezeket a lángokat látjuk, és van ez újabb micva, figyelnünk kell ezeket a lángokat, néznünk kell ezeket a lángokat, akkor eszünkbe juthat az, hogyha van egyetlen olyan parancsolat, amit mindenki a lehető legszebben csinál a világon, és ezt talán nem is kell itt a zsidóság keretein, korlátain belül ragadni, ez bármilyen más felekezethez tartozó embernek érdemes lehet munícióként eltenni az elkövetkező időszakra, akkor miért ne lehetne minden isteni parancsolatot? Minden isteni parancsolatot, aminek az a célja, hogy ez a világ élhetőbb, szebb és jobb legyen, úgy teljesíteni, hogy nem egyszerűen csak végrehajtani, mint egy kötelességet letudni, nem egyszerűen csak, bár az nem is olyan egyszerű, hozzátenni azt a kis pluszt, miért ne törekedhetne az ember minden parancsolat, minden egyes vallási előírás esetében arra, hogy azt a lehető legszebben hajtsa végre. Hogyha ez a gondolat, ez nem csak Hanukkakor, hanem az év más szakaszában is így elevenné válik, akkor az viszont nem egyszerűen csak a vallásukat gyakorló közösségeknek és egyéneknek az életét gazdagíthatja, hanem ha a világban elindul egy törekvés, és ez most az én optimista futamom, akkor mint egy mém,
az egész világban hathat, hogyha van egy kettő, három vagy sok közösség, ahol arra törekednek a tagok, hogy valamit, ami szép és jó, azt ne egyszerűen csak szépen és jól hagyják végre, hanem a lehető legszebben, akkor talán nyilván nem holnapra, és talán nem is holnap utánra, de ez hathat egy szélesebb közösségre, adott esetben egy társadalomnak az arculatát is nagyon-nagyon lassan megváltoztathatja, hogyha azok, akik jót és helyeset cselekszenek, azok ügyelnek arra is, hogy ezt ne egyszerűen csak jól, hanem a lehető legjobban, a lehető legkedvesebben hajtsák végre. Köszönöm szépen! Kérek szépen, aki nem nagyon fáradt, az legyen kedves, hogy álljon fel a kérdés. Cintiu candelicas, ocho candelas para mí, muchas fiestas voy a hacer, con alegría y la ciel.
ocho candelas para mí, los pastelicos para mí. Una candelica, dos candelicas, tres candelicas, cuatro candelicas, cinco candelicas, seis candelicas, siete candelicas, ocho candelas para mí.